Volt egyszer egy feltaláló, egy számítógépes zseni. Szoftvereket, hardvereket, programokat vágja Kenny. Épp fejlesztett egy alkalmazást, ahol bejelölhetünk mindenki mást. Üzenhetünk nekik, és úgy csinálhatunk, mintha lenne sok-sok barátunk. Mindenki használni fogja a világon. Nekem pedig lesz pár dollármilliárdom. Már jó előre számolta a pénzét, hogy mennyit fog kapni egy-egy letöltésért, és úgy megszaladtak a számítások, hogy nem fértek ki egy lapra az összeadások. A feltaláló pedig kezdte elveszteni a fonalat. 7.982.086? Vagy 76? Aj, ne! Kezdtem az egészet előről! Rögtön elkezdte pörgetni az agyát, hogy lehetne gyorsítani a számolgatást. Nem felejti, hol tart, ha mindig húz egy vonalat. Így csak még hosszadalmasabb lesz a folyamat. Támadt egy ötlete, és összerakott egy szerkezetet, amin golyókat tologatva matekozni lehetett. Ötöt ide, hatot oda. Kész is van az újabb csoda. De nagy számoknál erre várjon egy egész iroda. Még gyorsabb módszer kell. Gépek! Velük világhírűvé előlépek! Hamar összepattintott egy kis gépecskét, gombokat rakott rá, meg egy képecskét, beírta a számokat, megnyomta, hogy plusz, az meg csak kiírta a megoldást, és slussz. Csodálatos! Mit fedeztem fel? Már csak az a kérdés, hogy hogy nevezzem el? Számolni tud? A számítógép már foglalt? Eközben már is új tervet forralt. Elindult világkörüli hódító útjára, de véletlen rátenyerelt a telefon gombjára. Megvan a név! Számológép! De ahogy ezt kimondja, meghallotta a parancsot a telefonja. Megjelentek a képernyőn a számológép gombjai. Úgy megrökönyödött, ki sem tudja mondani. Ezt is feltalálták már? Szomorúan kiáltott. Az eltaláló feltaláló bizony megint ráfázott.